por és a só lerakódásoktól mentesítették és tisztították meg a kőhidat a hét elején. De az összes városi hídra ez a procedúra vár annak érdekében, hogy az állagmegóvás után ne csak esztétikailag alakuljanak szebbé, hanem az élettartamuk is hosszabb legyen. A híd alatt futó zagyva sétányon, mely mostanában a faültetések helyszíne, további növényzetrekonstrukciót valósítanak meg, annak érdekében, hogy a nyáron méltó külsővel fogadja Jászberény a látogatókat. A rézsük gyepesítése mellett 750 talajtakaró cserjét és 500 évelő növényt helyeznek ki a JVV ZRT munkatársai. Terveink szerint mintegy 10 000 nyári évelő virág kerül, egy nyári növény kerül kihelyezésre a petúniák helyett. Ezt minden évben megtesszük, ezt a cserét ugye az időszakhoz, a természet járásához igazodva. Ezek a munkák láthatóak, már most folynak. Emellett tervezzük, hogy közel 40 darab magas kőrist fogunk kiültetni a város több területén. A főtérhez kapcsolódó területeken mintegy 600 négyzetméteren megújítottuk a gyepszőnyeget, és a villanypóznákra is rövidesen kihelyezésre kerül több mint 250 kaspó, amikben muskátlikkal díszítjük majd a várost.